Sziasztok! Ebben a videóban bemutatom nektek sokatok kérésére az idegesítő ikertestvéreimet, szóval jó szórakozást! Minden egy átlagos reggellel kezdődött. És igen, ő itt az egyik ikertestvérem, Lolli, ő a legfiatalabb közöttünk. Nem is tudom, mit mondhatnék róla, szereti a macskákat, az idióta dolgokat, meg igazából ő a legidegesítőbb hármunk közül. Sziasztok, én Lolli vagyok, és ma kicsit vlogolni fogunk. Úgy döntöttem, hogy akkor, ha már Polly nem mutat úgy be, hát akkor majd bemutatom magamat, hogy keresztelkeset tartani, hogy benne legyek. És remélhetőleg majd ők is csatlakozni fognak, mert vannak nagy terveim. És nagyon izgatott vagyok, annyira örülök, hogy itt lehetek, és remélem nem fog haragudni Polly. Na de, menjünk is! 2 hours later. Mi a franc? Hogy az a? És igen, ő itt a másik ikertestvérem, Molly. Ő közöttünk a legidősebb, természetesen csak egy fél perccel, mert utána jöttem én. Róla igazából csak annyit kell tudni, hogy nem nagyon kedveli az embereket, nem nagyon kedveli az életet, illetve nem nagyon kedvel minket, bár velem még egész jól megvan, de nem véletlenül nincs velünk. Csak te vagy az, mióta jöttél vissza? Mi lenne, ha legalább egyszer, csak egyszer eltennéd a súlyzóidat? Miért van nyitva a szekrény? Ó, te jó ég! Hol van Lolli? Elvitte a kamerám. Nagyszerű! Kiengedted az ördögöt a szekrényből. Mindenképpen először fel kell hívnunk. Ja, hívjuk föl, csak nem ment olyan messzire. És nyúzzatok, itt vagyunk New Yorkban. Még sosem voltam itt, úgyhogy tök ízni. Ó, várjatok, hív az egyik szeretette nővérem. Szia, Polly! Lolli, hol vagy? Ó, hát, én csak kicsit kijöttem, kiruccantam. Tudod, hogy én meg foglak tépni. Molly, ez te vagy? Úristen, már olyan hiányoztál. Milyen volt a nyaralás? Ez kicsit se vicces, kisasszony, mert nekem ma videót kell vennem, és sürgősen kell a kamera. Tudod, Polly, hogy hol találod? Na szóval ott tartottam, hogy most elindulunk Pekingbe, úgy van. De... Ez kinyomta? Várjál, gondolkodnom kell. Figyelj. Ugye tudod, hogy én nem látom a gondolataid, ez csak a mesékben van. De látnod kéne, hát testvérek vagyunk. Várjál, koncentrálj rám, jó? Gyere. Nem akarom látni. Aha! Tudom, hogy hova mehetett. Most már emlékszem, biztos, hogy az irodámba ment. Oké, ez volt életem legsokkolóbb dolga, amit valaha láttam. Soha, de soha többé nem akarok a gondolataid közé férkőzni. Mintha a te gondolataid biztos bimbózóak lennének. Na, menjünk. Oh, nincs idő tétovázni, most azonnal mennünk kell. Paula? Mi van? Biztos, hogy nem kéne átöltözni? Ja, igen, igazad van, bocs, tényleg. Át kell öltöznöm. Egy rendkívüli hír érkezett.
Figyelem, figyelem! Felhívjuk minden kedves ember figyelmét, hogy a veszedelmes szőke őrült sajnos kiszabadult a szekrényből, és jelenleg a világot járja és pusztít el mindent maga körül. A leírás róla. Szőke, Lady Gaga haj, okosnak tűnő szemüveg, egy rettentő veszélyes fog villantos mosoly. Igazából sián észre lehet venni, hogy nem e világi teremtmény. Kérem, aki esetleg látta ezt az idióta lényt, azonnal jelentse és szóljon a rendőrségnek. Köszönjük! Be kellett volna járnom, tessi órára! Jaj, ne legyen már ilyen kohány! Oké, menj csak előre! Megyek én is! És Polly és Molly elindultak megkeresni Lollit, és útnak vették az irányt az iroda felé. Elmagyarázzát, hogy mégis miért egy alagúton keresztül mászunk? Jézusom, Molly, mit ettél te külföldön? Polly? És csak mentek. Mentek, különböző akadályokkal néztek szembe, de nem adták fel, és mentek előre. Ó, ebbe fogom megfojtani. Úgy tudtam, hogy itt vagy! Ó, már vártalak titeket? Azt hittem, hogy soha nem értek ide. Molly szerint ezt ülj le. Aj, ne már! Ilyen hosszú volt a dzsungel? Elmagyaráznád mégis, mi a franc folyik itt? Ha már itt vagyunk, és a játék vége felé tartunk, mi lenne, ha még egy utolsó dolgot megcsinálnánk? Kinyírom. Léci, csak még egyetlen egyet, amiért ezt akartam csinálni. Tulajdonképpen mindketten egyből tudták, hogy mit is szeretne igazából Lolli. Ne próbáld! Nem! Léci... Ne! Léci... Léci... Hülye vagy? Látod, hogy mi áramlik ki belőle? Nem érdekel, hogy mi áramlik ki belőle, mert azóta áramlik ez a cucc, amióta megszülettetek. Az ötletem nem más, mint hogy csináljunk egy közös teát. Jó legyen, oké, legyen közös tea, jó? De utána ígérd meg, hogy visszamész a szekrénybe, soha, te soha többé nem csinálsz ilyet. Akkor ezt meg is beszéltük? What? Már előre megcsináltam őket, képzeljétek el! Ez itt a Lollis, a Pollis és a Mollis! Annyira kis cuki-muki kis macák is vannak rajta, mind minket ábrázolnak, olyan jó, nem? Ja, és ezt figyeljétek, milyen menő póló is van már! Látjátok, milyen menő pólók is van? Egyenpóló! Így bebizonyíthatjuk, hogy mi vagyunk a legjobb és legszuperek testvérek. Én már előre készültem, amit ti barangoltatok, mindent megcsináltam. Ja, és nem is mutattam még, hogy vannak karperecek is, tök jó, nem? Imádni fogják a gyerekek az okszóba. Ja, és ha már itt vagyunk, és ezt megcsináltuk, akkor mi lenne, ha össze is költöznénk? Tudtam? Bocs. Oké, Lolli, meg volt, amit szerettél. Most már visszaadnád a kamerámat? Ja, persze, itt a kamera, Polly, csak az a gáz, hogy lemerült. És nem tudom, olyan furcsán viselkedik, mert egyszer leejtettem véletlenül, aztán nem igazán működik már, de azért remélem, hogy nem haragszol. Tessék! Molly, nálad van még az a cucc, ami tudod? Ó, erre gondolsz? Igen, az. Srácok,
Most mi van? Köszönöm! Srácok! Bye bye, Hugi! Ne, mostantól kapható minden Oxxó üzletbe a Lolli, Polli és Molli tea. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és gondoltam, egy kis történettel felvezetem. Nyilván nem vagyok a legprofibb még, de én nagyon élveztem egyébként, és tényleg nagyon remélem, hogy nektek is tetszett. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!